Sziasztok, üdvözlök mindenkit, augusztus 23-a van Csaba vagyok, ez a Profit Faktor, és egy kevés hírrel készültem ma nektek, Kevésed, de annál érdekesebbel. Kélek benneteket, amennyiben támogatni szeretnétek a csatornát, gyertek a Discordra, hová Patreonon keresztül vezet az út, ide teszek fel elég gyakran tartalmakat, amik nem jelennek meg a csatornán, ugyanakkor hasznosak lehetnek a következő kripto bika piac előtt. Nézzük csak az első és egyben legviccesebb hír, hogy egy az azzal flexel, hogy Jim Kramer, aki ugye a CNBC-nek egy híres vagy hírhet Mad Money nevezetű műsorának a hostja, és nagy befektetői és mindenféle pénzügyi múltal rendelkezik. Tehát ez a trader letrédelte pont az ellenkezőjét annak, amit mindig mond a Jim Kramer ebbe a műsorba, és megduplázta a portfólióját egy nagyon rövid idő alatt úgyhogy ezzel kapcsolatban már létre is hoztak egy Jim Kramer követő Twitter oldalt, ami úgynevezett Inverse Kramer ETF ez a neve, és ott meg lehet nézni, hogy miket beszél össze-vissza Jim Kramer, és annak az ellentetjét esetleg meg lehet tenni, nem pénzügyi vagy befektetési tanácsodás, csupán fun fact, aztán, ami nem olyan nagy fun fact már, az például a GMX, amit most nagyon populáris, ez egy derivatív tőz, de gyakorlatilag ö, tud a pénztárcáddal ö, csatlakoztatni, és ö, tudsz tökéletes kereskedést csinálni, és ezzel kapcsolatban egy ö, fegyi figyelmeztetést szeretnék ö, ö, így gyakorlatilag expozálni, ugyanis azt lehet észrevenni a defilámán hogy nagyon előkelő helyeket tudnak szerezni, és nagyon gyorsan be tudnak futni decentralizált pénzügyi protokollok, de nagyon kell velük vigyázni. Nézzetek meg itt a Lido, aki gyakorlatilag nagyon rövid idő alatt feltornázta magát a második helyre a total value locked szempontjából, tehát a lekötött tőke szempontjából, de ezek a protokollok nagyon gyorsan pillanatok alatt likviditás ki kicsúszással vagy kivétellel tudnak gyakorlatilag nagyon nagyokat mozogni, tehát nagyon volatilisek. Úgyhogy például a GMX az fölfele ment, amikor itt esett a piac, mert rengetegen kivették a pénzt a GMX különböző likviditásokból, és ezáltal ugye a GMX tokeneket égettek, ugyanakkor ez veszélyes játék véleményem szerint. Itt is például a lidónál is egy ilyen, egy ilyen trendfordulót látok felfedezni, ha jól látható itt a három higher high, tehát az egymás, egyre magasabb magas pont, és aztán itt egy fordulat, amikor egy úgynevezett lower low-t csinálunk, és most ilyen pillanatban szerintem ezt teszteljük, nagyon nagy eséllyel el fogunk menni szépen délnek. Aztán a következő hír, a, a kapcsolatos és Dél-Koreával kapcsolatos, ez pedig az, hogy a Samsungnál, hogyha megnézitek ezt a szürke ábrát, akkor minden olyan termék, ahol ők fejlesztenek, az előbb-utóbb egy ekoszisztémává válik, ugyanígy volt ez a hordozható termékekkel, az otthon beépíthető elektronikai termékekkel, komputerekkel és tartozékokkal, illetve az autóban használatos eszközökkel. Ez azért érdekes, mert egy koreai oldalon, a newspin.com-on gyakorlatilag itt azt véltem felfedezni, hogy több cég, dél-koreai cég jelezte, hogy a jövő év első felében virtuális eszköztörzsdét, tehát gyakorlatilag kriptotörzsdét szeretne indítani, és ezzel összecseng az is, hogy dél-koreában elkezdték piszkálni azokat a tőzsdéket, akik nem hajlandóak együttműködni az állammal, vagy nincsen bejelentett entitásuk dél és úgy ajánlanak szolgáltatás dél és ezek között a cégek között be itt felelhetjük a Samsungot is, aki már tavaly évvégén szeretett volna fölvenni blokklánc alapú security tokeneknek a fejleszt, nem, bocsánat, nem a fejlesztésére, hanem az ezzel foglalkozó felület fejlesztésére szakembereket, de nem kaptak, tehát egész egyszerűen nem volt szakember, aki fejlesztett volna, természetesen a medvepiac ö, felszabadított némi munkaerőt, és így ők is a kriptopotétó szerint bejelentkeztek 2023-ba, hogy szeretnének kriptotősdét indítani. Úgyhogy nagyjából úgy gondolom, hogy ennyi lett volna a hírek mára. Legyetek kedvesek, dobjatok egy rövid kommentet a videó alá, nekem nagyon sokat jelent, nektek pedig ingyen van, és várlak benneteket a Telegram csatornára, aminek a link jelent van itt a videó alatt. Nézzetek körül, milyen linkek vannak még, vannak egész jó projektek, néztem például a Daxiót, teljesen kezd végre beállni az árfolyam a tokenjükön, úgyhogy én arra számítok, hogy rövid időn belül automatizálják a metamaszkos tranzakciókat, és akkor az még stabilabban megfog fogja tudni adni majd a, az árfolyamot. Úgyhogy vannak jó projektek. Nézzétek meg a videó alatt, és találkozunk a következő videóban. A dollár vagy a bitcoin legyen veletek, és ne felejtsétek a profit faktor bennetek is. Ott van, sziasztok!